csodálatos, egészséges gyermekeim vannak. Hát mind felnőtt már. Tehát itt attól függ, hogy ő maga mennyit tud teljes értékűen világra hozni és fölnevelni. Hát bízzuk már rá. És ő úgyis csak annyit fog engedni, amennyit a környezete egy kész normatíva alapján, hát hogy mondjam, jónak fog ítélni. Hát ha egyszer úgy ítélik meg a sok gyereket, hogy ez a nyulakhoz való, nem az emberekhez, hát akkor megáll majd mondjuk ötnél. De hát ha meg az egyke van, akkor meg hát nagyon meg fogja gondolni, hogy akár kettőt is világra hozzon. Mert ez már nem egészen a saját döntése, de semmiképpen nem a férfié. Tehát ezt megint nagyon pontosan kell tudni. A férfi annyira fog keresni, ahányat szül az asszony. Ez az ő dolga. Aztán, hogy ehhez a nő mennyire segít hozzá, ez egy más kérdés. Tehát nagyon szépen lehet érzékelni, hogy amit a világról ebben a tekintetben tudni kell, és tudni érdemes egy férfinak, férfinak hangsúlyozom, az benne van ebben. De csak akkor tudom leolvasni, ha időbeliségében tudom értelmezni. Ha pillanatképként, akkor egy nagy ellentmondással gazdagabb lettem, hogy két lóra hogyan jut három ember, és leállt az egész masina. Semmit nem tudok meg a világról. Legfőlebb annyit, hogy mennyire nem tudtak számolni az őseink, mert nem tudták kiszámolni, hogy két ló nem tud három embert elcipelni. Tehát ezt azért kell elmondanom, mert jelenleg az egyik legnagyobb rákfenéje a múlt kutatásunknak, hogy egyszerűen nem ismeri az idődiagram fogalmát. Tehát az állapotszerűség az nem csak az őstörténetnek, mondjuk a földrajzi környezetben való értelmezését nehezíti, sőt lehetetleníti, hanem a ránk maradt ábrázolásokat sem tudjuk. Utolsó kép, kérném a következőt. A végállapotban nagy kérdés, hogy visszajuthat-e ebből a tartásból valamilyen módon addig a teljességig, amelyből kiindult. És kiderül, hogy ebben az állapotban egyetlen esély van, és ez az itt a lábaknál van. Tehát úgy van megmintázva mind a két oldalon, hogy a saját lábkezdő és a lópatája gyakorlatilag egyetlen forma. Na most, ez a ló miért van itt szaggatott vonallal, és a feje és a lábai miért vannak teljes értékűen? Hát azért, mert nincs jelen a teste. Nincsen. Nem eltakarja az előző fázis, hanem nincsen. Ez egy fantom ló. Tehát ez egy képzet. Ebben a képzetben a szellemisége tökéletesen működik, sőt energiát tud kibocsátani. És a mozgás rendszere hibátlanul működik. Na most, ha én ezt sírleletként találom meg, tehát egy sírban teljes férfi csontvázat és olyan lócsontvázat, aminek csak a koponyája van meg, és a négy lába, mit mondok rá, milyen sír? Honfoglaló magyar sír, köszönöm szépen. Holott pedig a honfoglalás 895-ben indul, és akkor, hát ha a mai időszámítást vesszük alapul, akkor mondjuk tegyünk hozzá még valamennyit, és akkor 900-ban vagyunk, és adjunk hozzá minimálisan 400-at, 1300 év. Tehát a két hát emlékcsoportot, az egyik a szkíta műveltségbeli, a másik a honfoglaló magyarbeli, hát az legalább 1300 év választja el egymástól. Most számoljuk le belőle a 300-at mondjuk, tehát szűkítsük a Heribert Illig alapján, akkor is 1000 év. Most erre mondja, hát látják, ilyen idióták ezek a romantikusok. Hogy képzeli, hogy 1000 éven keresztül ilyen alapfogalmak túlélnek? És mi meg türelmetlenek vagyunk, és nem kérdezzük vissza szelíden, hogy te meg kedveském, ha már ilyen jó a modorod, akkor válaszolj már nekünk, hogyan eshettünk volna ki ebből. Tehát te azt akarod velem magyaráztatni, ami a magától értetődő, hogy én megmaradok valamiben, ami a világ teljességét nagyon jó hatásfokkal, mondhatnál fölülmúlhatatlan jó hatásfokkal képletezi. Miért esnék ki belőle? Ha ezt meg tudod magyarázni, akkor majd válaszolok a kérdésedre. Tehát arra kell választ adni, ami nem magától értetődő.
a magától értetődő az, hogy megmaradunk abban, ami fontos és tartalmas. Na most válaszoljak arra, hogy milyen körülmények közt lehet ebből kiesni? Úgy, hogy bemegyek a városba. Érthető? Tehát a városi lét azzal kezdődik, hogy elfalazom a horizontomat. Tehát a városi lét első megnyilvánulása a horizontvesztés. Első generációban ez még csak fizikai értelemben van így, nem tudok napfelkeltét figyelni. Nem tudok naplementét figyelni. Miért? Mert városfallal lezártam a horizonthoz vezető közvetlen utamat. Túl szűkre szabtam az életkörnyezetemet, tehát ez azt jelenti, hogy a legfontosabb életeseményekről nem tudok közvetlen elsődleges tapasztalatot szerezni, hanem szakemberekkel kell körülvennem magam. Az egyik azt mondja meg nekem, hogy büdös vagy jószagú, a másik azt mondja, hogy puha vagy kemény, a harmadik azt, hogy fehér vagy fekete, a negyedik azt, hogy fölmenőben van vagy lemenőben, és mindegyiket külön meg kell fizetnem ezért. Na most, ha én ezeket az alapélményeket másodlagos élményekkel helyettesítem, akkor korlátlan mértékben ki vagyok szolgáltatva manipulációnak. Na most, ha valamire lehetőséget kap az emberiség, ez egy ilyen cudar állatfajta, az él is vele. Tehát ez azt jelenti, hogy még a meteorológus is hazudik, ha úgy hozza az érdeke. Tehát pontosan tudjuk, hogy amikor az a bizonyos nagy földcsuszamlás volt, meg tudta volna mondani a meteorológus. Nem volt érdeke, tehát nem mondta, nem fizették meg. És senki nem vonta felelősségre, pedig sok évi börtönre lehetett volna büntetni. Tehát még ott is hazudik, ahol látszólag már semmi érdeke nem fűződik hozzá. Mert a közvetlenül megtapasztalható tényanyag elvált a róla szóló hírektől. A hír és a tény szétválik, onnantól kezdve a világ korlátlanul manipulálható. És aki a hírek ura, az ura a világnak. Mert az emberi, az emberi állatfajtát nem a tények befolyásolják, hanem a hírek. És ha pedig városba tömörült, lehetősége sincs arra, hogy a hírtől eljusson a tényig. Nem tudja ellenőrizni. És ha én még tovább szűkítem a létkereteit, akkor jön a lakótelepi állatfajta, és az egyáltalán nem találkozik tényekkel. Tehát leéli a maga növényi életét egy butikban, vagy mit tudom én, valamelyik ilyen futószalag mellett, utána megy haza, és mit kap? Hát a művilágot, természetesen, hírek formájában. Tehát ennek már nagyon kevés köze van az emberhez, mint olyanhoz. Tehát itt már a horizont szellemi értelemben is elveszett, és akkor már nagyon nagy baj van. Tehát hol lehet kiesni ebből a műveltségből? Hát ebben a folyamatban, másképp nem lehet. Tehát ezt kell megmagyarázni, meg is tudjuk, és ahol megmaradt természet közelben, ott a mai napig ezt a jelrendszert használja. Szóval igen? A karok helyzete nagyon érdekes, lehet, de hát ezt jól lehet tudni, hogy ez a ráknak a kartartása. Tehát azt jelenti, hogy egy önfeláldozó jelleg, de ez nem itt jelenik meg, hanem már ott, ahol lehanyatlik. Tehát ha ez nem önfeláldozó módon jelenik meg, akkor semmi értelme a férfi áldozatának. Nem, ez keresztezi egymást, ez a két mozdulat. Tehát ami fentről jött, az lefelé jön, ami lentről felé jön. Most ez tipikus rákmozdulat. És a lelkiségnek a terepén van, tehát ebből nő ki az életfa. Ha ez nem történik meg, nincs férfi áldozat, akkor nem nő életfa. Innen. Nem a testből nő ki, hát ezt már megbeszéltük, innen nő ki. Nagyon lényeges egyébként a kérdés, és az is nagyon lényeges, hogy most már az utolsó mondat, hogy Érdi Miklós a lovas temetkezésekről szóló alapvető munkájában kimutatja, hogy pontosan abban a sávban, amit én itt felrajzoltam az elején, ez a fajta temetkezési mód végig megvan. Tehát ez azt jelenti, hogy ez az a sáv, mondom, egy mondata hiányzott neki. Az, hogy ez egy pulzáló, tehát egy mozgásában élő, egy dinamikus
hát létforma. Ez az egy mond, ezt meg tegyük hozzá, mert egyébként óriási jelentőségű a kutatása, és a közzétett eredményei olvasható. Tessék olvasni, köszönöm a figyelmet.